tengeri étel szakértőt látjuk, amint a frissen szedett osztrigát készíti elő a vacsorához. Így még nem is tudom, mire hasonlít így rá. Egy darab kő. Ugye feltéve, ha ez osztriga. Alaposan le kell dörbölni, mert mindenféle tengeri élőlény, meg sár van lerakodva. Speciális osztrigakéssel. Majd ló felbontásánál, az osztriga felbontásánál nagyon fontos, hogy speciális osztrigakést használjunk. És szerintem a másik felén is. Ott valahol. De hova ment? Ott volt nyitva. Itt nem, ezen a... Aha. Érdekes, hogy a francia séfnek annyira könnyen ment. Mert neki volt osztrika, mondtunk is. És azt mondta, hogy vigyázzunk, hogy ne folyjon ki a tengervíz, mert az finom. Ez most ebben a pillanatban az osztrigánk jobban hasonlít valami olyasmire, mint ami a Karib-tenger kalózaiban a sok ezer éves halottakon, ami... Ja, tényleg. Nem látom, hogy hol kéne lennie a résnek. Ó, megvan. Nem. Alakulunk. Ez az. Oda kéne most ezt. A reszelő, a csavarhúzó, és a további fegyverek, amik mind alkalmasak. Ebben lesz valami ijesztőn. Hátraugrok. Ez vagy az? Igen, mind a kettő. A mesterszakácsunknak ellenérzései vannak. De pont így nézett ki a videóban is. Igen. Egy. A másik közösség van. Igen, ezt is. Csúnya, de finom. Kezdődjön a főzés. Megszámolom. Vaj. Fokhagyma. Kis borsot mindenképpen tegyünk bele. Ja, meg petrezsbe. Bors. Petrezselyem. Tettél a borsot? Nem. Elengedhetetlen a horvát konyhában. Muszáj, hogy egy kis ajtót tegyünk bele. Kicsit felforraljuk. Ugye a fűszerekkel szerintem jó lesz hamarosan. Bároltuk, kész is. Szerintem ide. Egy kagyló. Még egy kagyló. Még az apró.
Ez azért jóval kiadósabb, mint a fekete kagyló. Milyen íze lett? Nagyon forró lesz, várj. Citrom nem kellett volna? Jó. Hasonló íze van, mint a másiknak igazából. Tengeri kagyló, saját gyűjtésből.